Én most azzal kezdeném a beszélgetésünket, hogy mondj egy szót azért arról, hogy hogyan lesz egy vegyészből filmrendező. Hát igen, egyszerűen, hogy a vegyész utálja a szakmáját, és valami menekülési útvonalat keres, és az élet az szerencsés volt, illetve hát az élet kedvezett nekem, mert éppen kim voltam Csehszlovákiában, én szakmai úton, és amikor hazamentem, akkor a férjem gyakorlatilag egy újságcikket oda tett elém, amit ő, nem tudom én már, hát kivágott, amiben az volt, hogy diplomával rendelkező embereket várnak a Színház és Művészeti, akkor még főiskola volt, főiskolára, és hogy mondjam, természetesen ezt nem lehetett megúszni, egy majdnem egy évig tartó felvételvizsga sorozaton kellett átmenni, és hát ez engem nagyon inspirált, hogy én ezt megpróbáljam, és egyszemnőként sikerült ebbe az osztályba bemenni. Most ez az a pillanat, amikor el kell mondanom azt, hogy ebben az évben halt meg Herskó János, aki nekem az osztályfőnököm volt, és úgy néha el szoktam gondolkodni azon, hogy ilyen riadtan, ilyen mit tudom én, sósabb szaggal, meg nem tudom mivel bementem a főiskolára, hogy ő mit láthatott bennem, hogy egyszer nőként fölvett engem a főiskolára. Ezt a mai napig nem érzem, mert ez egy kiegészítő felvételvizsga volt, mert nyáron volt egy felvételvizsga, és akkor nem találtak kellő számú megfelelő jelentkezőt, és akkor, hogy mondjam, még egyszer indították, de ez már akkor gyakorlatilag össze volt, tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, keresztfél évvel indult, tehát januárral indult ez az iskola, ami hát 4 éves volt, és életem legszebb élményei közé tartozik, ezt végig. Én megmondom neked, hogy mit látott Herskó János, amit én ma a Wikipédián láttam. Ennyi film, kérem szépen, egy csomó játékfilm, egy csomó dokumentumfilm, a játékfilmekben vígjátékok, drámák, társadalmi történetek, a dokumentumfilmekben néhány emberi történet kis emberektől, és néhány szörnyű történet a magyar történelemről. Szerintem ezt látta a Herskó. Vagy nem gondolod? Hát akkor milyen volt szó ilyesmiről? Nem, fogalmam sincs, mert akkor még nem volt ilyesmi, hogy mondjam. Talán az, hogy ő egy új koncepció alapján akarta ezt az úgynevezett új kísérleti osztályt elindítani, tehát a felvételi kérdések, vagy az érdeklődés, vagy az, hogy maga mit csinálna, ha, ezek nem irodalmi kérdések voltak. És miután az osztály összes osztálytársa, ezek között volt orvos, volt még egy vegyészmérnök, volt tanár, volt építészmérnök, Isten tudja meg. Azért mond a neveket is hozzá, hiszen nem akárkikről van szó. Jó. Akkor, hát Simó Sanyi volt a másik vegyész, ketten voltunk vegyészek, ő sajnos meghalt. Akkor Sándor Pali volt a másik osztálytársam, vele állandóan konfliktusban voltam végig 4 éven keresztül. Aztán volt egy Kocsis Mihály nevezetű fiatal ember, aki építészmérnök volt, ő valahogy elkallódott, nem tudom, hogy mi volt ennek az igazi oka. Akkor egy Reisenbüchler Sándor, aki bölcsészkart végzett, és tulajdonképpen rajzfilm rendezőnek csodálatos készült. Csodálatos rajzfilmeket. Igen, csinált. És valamilyen meggondolásból, hogy mondjam, úgy döntöttek, hogy jöjjön csak ebbe az osztályba a Reisenbüchler is. Igaz, hogy mi, Isten tudja, mi lesz belőlünk, de rajzfilmnél is a bizonyos dramaturgiai alapismereteket, meg törvényeket talán meg tud tanulni. Úgyhogy a Reisenbüchler volt, aztán hát nem tudom, és volt még vagy 3 iraki akik aztán évfolyamtársaim, akik aztán hazamentek.
Mondd, és amikor elvégezted, akkor azt várták tőled, hogy menj el a Híradó és Dokumentum filmgyárba, és készítsél ismerteljesztő filmet a szénreakciókról, szénmolekulák reakcióiról, vagy? Az volt a helyzet, hogy tulajdonképpen ez egy teljesen szabálytalan dolog volt, amit a Herskó csinált, mert ilyen nem volt, mert előtte évtizedeken keresztül rendkívül konzervatív módon folyt itt az iskolába a felvételék. A Herskó ezt fölrúgta. Ezzel sikerült is saját magának rengeteg ellenséget is szereznie, de őt ez nem nagyon érdekelte és izgatta, és gyakorlatilag mi volt a kérdésed, már is lehetettem? Hát az, hogy elvárták-e tőled azt, hogy utána ja, is verszerjesztő filmeket csináljál. Hát nyári gyakorlatra el kellett menni, és ez egy nagyon, nekem ez egy nagyon, nagyon, nagyon sűrű éven volt, és egy tulajdonképpen egy fantasztikus éven volt, mert augusztusban született meg az egyszemlányom, aki a Zsuzsi, és megmondták nekem, hogy ha én augusztus végén nem megyek el a nyári gyakorlatra, akkor én gyakorlatilag évet vesztek, és miután filmrendező osztályt az sohasem évenként indítottak, hanem 3 évenként, 4 évenként, 5 évenként, hiszen nincsen annyi filmesre szükség. Ezért aztán meg kellett fontolnom, hogy fogom én az életemet megoldani. Hát ez egy nagyon nehéz periódus volt. Friss anyukaként is el kellett menned gyakorlatra. Igen, és elmentem, mert nem akartam, hogy 4 év múlva kerüljek ide, mert én akkor már ugye egy vegyész diplomával rendelkeztem. Én a kispesti textilgyárban dolgoztam, ilyen sihtás mérnök voltam, ami azt jelentette, hogy 3 szakmányban, tehát délelőtt, délután és éjszaka, aminek azért nagyon sok előnye is volt, mert rengeteg élményem volt, és rengeteg dolgot tanultam. Ezeknek egy része az belefolyt a mai filmünkbe? Hanem, bele is folyt, meg tulajdonképpen a látásmód inkább. Bele is folyt meg látni. Ez tulajdonképpen az a Szandi Mandi, ez kettőnknek a munkája, Böszörményi Gézái, aki a férjem volt, aki hát sajnos meghalt, és ő egy vegyi gyárba dolgozott, én pedig egy textil gyárba dolgozott, és mindenkinek megvolt a maga élményvilága, élményanyaga, vagy azok a karakterek, akikkel érdemes lett volna foglalkozni, és beépíteni a filmbe. Úgyhogy a könyvet azt a Géza nevén megy, de én nagyon sokat beledolgoztam én is ebbe a könyvbe, de elvitathatatlan, hogy nekem soha nem volt olyan dramaturgiai érzékem, mint neki, tehát én ezt soha nem tudtam volna úgy megírni, mint ő. Úgyhogy, és aztán hát elérkezett ugye az a periódus, amikor elkezdtek szórakozni velem, hogy most akkor ez mi ez a film, mi akar lenni, meg minden. És az az érdekes, hogy már a könyvben is lehetett érezni, hogy ilyen furcsa jelenetek vannak ebben a filmben. Eltért a könyv a szokványos magyar film struktúrától. Tehát a szokványos magyar filmnek általában, legalábbis abban az időben mindig volt egy hőse, rendszerint férfi, egy férfi hőse, aki győzött vagy elbukott, de egy hőse volt. Az én filmem teljesen ilyen mozaik szerkezetű volt tulajdonképpen, hogy mondjam, egy kicsit kiemelkedett ebből a társaságból. Két nő alak, az egyik a Sós Edit volt, aki szintén meghalt, és a másik pedig a Sitz Ila volt, ő is szintén meghalt. És most, ahogy így itt ülök, akkor úgy, hogy mondjam, tulajdonképpen borzasztó szomorúan gondolok vissza, hogy elment az idő, 45 éve csináltam ezt a filmet. De most föltámasztjuk őket. Remélem. Itt lesznek előttünk. Egy ugrással még kérdezném Gyarmati Liviát a későbbi pályájáról.
Tehát csináltál utána vígjátékot, csináltál utána talán nevezzük társadalmi drámának, és nagyon sok dokumentumfilmet. Mondj valamit a dokumentumfilmjeidről, hiszen ezekről nem nagyon fogunk most beszélni, egy játékfilmről fogunk beszélni. Mi vezetett téged a dokumentumfilmhez? Nem csináltam több dokumentumfilmet, mint játékfilmet, csak, hogy mondjam, én saját magam rájöttem arra, hogy rengeteg igazságot lehet az életbe találni, ha az ember dokumentumfilmet csinál, és nem ilyen tulajdonképpen felépített, dramatizált filmet. És egy időben azt csináltam, hogy egy játékfilm, egy dokumentumfilm, egy játékfilm, egy dokumentumfilm, és mostanában, most is az utóbbi időben már dokumentumfilmeket csinálok inkább, amik tulajdonképpen nem is tudom, hogy dokumentumfilmek-e, mert dokumentum elemek vannak benne, és valahogy az az érzésem született, hogy ahogy a valóság hat rám, bárhol vagyok, kis Pinka Mincenten, vagy bárhol, mit tudom én már, a tejcsarnok mögött is ott látok valamit. Tehát... Egy gólyát? Vagy egy gólyát, vagy nem tudom már bármit. Hogy tulajdonképpen, ahogy a valóság hat rám, én is hatok a valóságra. És én ezt nagyon átéltem, ezt a dolgot, és átéreztem, és én az utóbbi időben elsősorban dokumentumfilmeket csinálok, de nem ebből a filozófiai meggondolásból elsősorban, hanem tulajdonképpen elsősorban azért, mert szóval ezeket a harcokat a pénzért már nem nagyon bírom, és nem nagyon szeretem, és hogy mondjam, egy játékfilmre a pénzt megszerezni annyi kompromisszummal jár, annyi ütközéssel jár, annyi ellenséget szerez az ember, hogy mondjam, annyira rossz hangulatot teremt, hogy azt mondom, hogy nekem már erre nincsen szükségem. Úgyhogy a dokumentumfilmre kevésbé irigykednek, beszéljünk, legyünk őszinték. Ez így van. Kevésbé irigykednek. Éppen tulajdonképpen most fejeztem be egy dokumentumfilmet, és miután senki nem reklámozza, úgyhogy akkor, ha megengeded, reklámozt. Akkor megengedem, akkor megragadom ezt az alkalmat. Csináltam egy filmet, ami a Turul szoborról szól. Ennek a története pedig történetét az adta, hogy én 1998-ban Ferencvárosból beköltöztem a Böszörményi útra egy ötödik emeleti lakásra, és alattam egy ilyen dzsumbuj, egy ilyen dzsungel volt, és ilyen homeless-ek bujkáltak ott meg egyéb, de gyönyörű volt a kilátás, gyönyörű, mert a Királyi Váratól végig tulajdonképpen mindent lehetett látni, és hogy mondjam, hát ez olyan, mint a vadász, akinél van egy puska, és hogyha lehet, akkor ha más nem, akkor a levegőbe lő egyet. Úgyhogy egy nagyon ócska H8-as amatőr kamerával odaálltam, ilyen francia ablak van a lakásnak azon a részén, odaálltam, és úgy néha felvételeket csináltam, semmilyen konkrét elképzelésem nem volt, nem akartam filmet csinálni, csak nem tudtam megállni, hogy ne csináljak felvételt, hiszen ez a szakmám és ez a mesterségem. És egyszer csak azt vettem észre, 2004 körül, amikor tulajdonképpen arra lettem figyelmes, istentelen, nagy zajra lettem figyelmes, amikor is ezeket a fákat, tüskés bokrokat, tehát növényeket, nekiestek is elkezdték kivágni. És úgy gondoltam, hogy akkor itt valami lesz, és attól kezdve elkezdtem figyelni hogy mi történik ott, de ez sem rendszeresen, hiszen ez évekig tartott, mert közben több ízben voltam kórházban, mert nagyon beteg voltam, de amikor hazajöttem, akkor folytattam.
Úgyhogy, és, de akkor már kint voltam, amikor a szobornak a felavatása volt, és hát tulajdonképpen végigkövettem ezt a filmet, ameddig úgy éreztem, hogy érdemes végigkövetnem. Ezt a filmet, ugye, ezt maguk úgy néz ki, hogy mintha egyetemisták lennének, nem? Két csapat van itt, egy fiatalabb csapat és egy idősebb csapat. Egyetemisták, nem? És a kettő együtt remek. De egyetemisták nagyjából? Egyetemisták van valaki? Ne, középiskolások. Középiskolások? Bizony. És vannak az idősebb nézőink. És hol tartottam? A télnek a végénél, hogy most fejezted be, most mutatták Igen, és akkor, hogy mondjam, tulajdonképpen követtem, amit tudtam követni, amikor éppen ráértem, amikor éppen nem voltam kórházba, és lényegében hihetetlen sok anyagot készítettem, és mindenféle irányban el kellett, vagy el lehetett volna mennem. És ez egy kényes dolog ez a turul, ezt maguk pontosan tudják. Egyetlen egy dolgot döntöttem csak el, hogy senki számára nem csinálok pártfilmet, hanem saját magamnak csinálok filmet. Na most ez a film el is készült, és egy jó hete vagy másfél hete sikerült betenni a műsorba, a Duna TV-be, azt hiszem, hogy 3:12-kor éjjelre. Hát én már semmit nem csodálkozom, mert, hogy mondjam, olyan nagyon nagy azt hittem, hogy nagyobb támogatása lesz ezeknek a filmeknek. Nem csak én, kollégáim sora is csinált ilyen dokumentumfilmeket tulajdonképpen, mert erre kaptunk lehetőséget. Nagyon kevés pénzből sikerült, és istentelen sok munka volt vele. És a film, hogy mondjam, és akkor, nem mondom, megnézem, de elsősorban nem azért, mert a filmre kíváncsi vagyok, mert már egyáltalán nem vagyok rá kíváncsi, csak hogy technikailag hogy néz ki, mert előtte egy héttel a Szökés című filmemet vetítették, és ott igen komoly technikai hibák voltak, mert ott volt egy kétperces jelenet a filmben, amikor franciául beszélnek, és feliratozva volt, mert nem kötelező franciául tudni másoknak, és azt egyszerűen levágták. És valami olyan furcsán most, hogy bejött ez a digitalizálás, és hogy mondjam, sajnálják a munkát, vagy nem érte meg hozzá, de ha lehető legrosszabb véleménnyel vagyok az egésszel, hogy egyszer olyan furcsa volt a kép, mintha így kitüremkedne a televízióba, mintha ki akarna durranni a televízióba. Nagyon fel voltam háborodva, de hogy mondjam, hát nem nagyon szoktam telefonálgatni, de ez egy olyan dolog volt, hogy másnap felhívtam őket, és megmondtam, hogy szeretnék gratulálni annak, aki ezt a beállítást, így döntött, hogy így lehessen lefényképezni, és akkor persze ott megijedtek, meg minden azt hitték, hogy én majd ebből valami nagy ügyet csináltok, egyáltalán csináltam belőle ügyet, és aztán végül is kiderült, hogy tulajdonképpen csak valamit át kellett volna kapcsolni, amiről ők nem tudtak, nem azért, mert haragudtak rám, hát egyszerűen talán nem értettek annyira hozzá, hogy kellett volna. És eljött a negyed, visszatérek, tehát eljött a negyed 12, na mondom, megnézem, hogy technikailag hogy néz ki. Negyed 12 semmi. Azt hiszem valami salakmotor versenyt mutattak, ha jól emlékszem. Nézem, és még egy fél óra múlva is a salakmotor verseny ment, és hát annyira azért nem érdekel engem a salakmotor verseny, úgyhogy körülbelül 3:12-kor elindították a filmet, ahol technikailag volt benne hiba, mert egy helyen, volt feliratozás, és az a feliratozás olyan volt, mintha vitustánc után járt volna, de hát, tehát mit csinálni, tudomásul kellett venni. Aki nagyon figyelt, azt talán el is tudta olvasni, mert a filmben gyakorlatilag nagyon kevés a dialog, tulajdonképpen csak képek vannak elsősorban, hogy
hogy hogy ütközik a magyar társadalom abban, hogy legyen turul, vagy ne legyen turul, és hogy, hogy mondjam, és hogy mik, hogy mondjam, milyen jelenteket lehet látni. Nagyon kevés benne a dialóg, a dialógot pedig úgy oldottam meg, hogy nem én akartam beszélni, hanem egyszerűen két ellentétes nézetű rádiót kerestem meg, és megkértem őket, hogy megengedik-e, hogy esetleg a rádióanyagból én kiemelek anyagot, ami érinti az én anyagomat. Az egyik rádió az a katolikus rádió volt, a másik rádió pedig a klubrádió, nem? Klubrádió. Igen, a klubrádió, és akkor kicsit kontrasztosan használtam, hogy ki mit mondtam meg egyéb, de hogy mondjam, és hát még azt a fájdalmamat is el kell mondanom, hogy ugye mi kaptunk erre valamennyi pénzt, nagyon kevés pénzt kaptunk, de miután ez egy ilyen típusú film, azt mondták, hogy televízióktól lehet venni, örüljetek is, lehetek venni, nagyon jó felvételeket lehet venni, és azokat majd beépített, hát hiszen ez egy közismert és egy bevett szokás. És itt nagyon sok, hogy mondjam, nagyon, nagyon döbbenetes élmények értek engem, de azt hiszem, hogy ez nem ennek a megbeszélésnek a tárgya. Hát nagyon reméljük, hogy le fogják adni még a filmet máskor. De mindenkiét, ilyenkor. Volt, akiét éjjel fél egykor kezdték el. Például Dardainak a filmét azt hiszem éjjel fél egykor kezdték el vetíteni. Szóval egyszerűen... De lehet, hogy én egy igénytelen vagyok, de ma már van videó, tudod? Fölveszik az emberek és egymásnak adják. Szerintem, ha a te filmedet valahol technikailag jól föl lehetett venni, akkor az már kering a fiatalok között. Hát ezt nem tudom. A televízió azért van, hogy tartsa be az időt és játssza azt, amit hirdet. Ezzel készül. Csak egyet tudunk érteni. Lívia, köszönöm szépen ezt a bevezető beszélgetést. Most következzen a Ismeri a Sandy Mandit című film, és utána pedig, ahogy eddig is szoktuk, a filmről beszélgetünk. Köszönöm.